Hát jó estét kívánok, ismét itt vagyunk, csütörtök este van, és megint a vállalkozásokról lesz szó, vállalkozásoknak a különböző trükkjeiről, a különböző fontos vagy nem fontos dolgairól. Ezért meghívtam egy nagyon kedves vendéget is, egy vendéget, aki a vállalkozásokkal úgy van kapcsolatban, hogy egy vállalkozásnak a reklám az egy borzasztó fontos, rossz vagy jó része. Tehát az ember, aki itt ül mellettem, Sas István úr, egy kitűnő reklámszakember, aki arról híres, hogy a világ legtöbb reklámfilmét csinálta. Jó estét kívánok! Hát hogy néz ki ez a reklám dolog, hogy tényleg szükséges a reklám? Hát hogy a csodában ne lenne szükséges? Hát ha nem reklámozunk valamit, akkor az nem jut el az emberekhez. Ugyan mostanában nagyon-nagyon sok ellenfele, ellensége van a reklámnak. Úgy mondják őket, hogy reklámkerülők, mert azt mondják, hogy nekik mindenük megvan, majd ők tudják, hogy mit akarnak megvenni. Igaz, hogy picit talán több van most a reklámból, és egy kicsit jobban tolakodó, mint ahogy elvárnánk. Ezért aztán hát minden nap, minden új alkalommal ki kell találni valamit, hogy ezt a tartózkodó magatartást, ezt kikerüljük. És a reklám mindig felfedez olyan ügyes trükköket, olyan ügyes megoldásokat, amivel ezeket az ellenállásokat le tudja törni. Mi a jó reklám és mi a rossz reklám? Tehát mi az, amire azt mondom, hogy ez egy jó reklám? Jó reklám az, ami eladja az árut, vagy jó reklám a művészi reklám. Tehát milyennek kell egy reklámnak lenni? Gagyinak, de sikeresnek, vagy művészinek, de nem sikeresnek? Egyáltalán minek kell lenni egy reklámnak? Hát ez az a reklám dolog, hogy eladjon. Na, csak ezután jön az igazi nagy kérdés, hogy jó, de hogyan? Mert akinek éppen nem kell az a valami. Tehát mondjuk körömgomba, nincsen éppen körömgombája, hát azt borzalmasan idegesíti, ha minden nap azzal bombázzák, hogy azt vegye meg. Igen ám, de mi van, ha egyszer mégiscsak lesz neki? Akkor meg az a jó, hogyha emlékszik rá. Igen. Na, szóval azt szoktuk mondani, hogy a minimális cél egy reklám esetében, hogy felkeltse a figyelmet. Az a reklám, ami figyelmet se képes kelteni, az nem létezik. Utána az a fontos dolog, hogy emlékezzen rá. Mert ott áll a boltba, mi is volt az a dezodor, hogy ha nem emlékszik rá, hogy melyik dezodort reklámoztuk, akkor megint nem ér semmit. Manapság viszont, miután már általában az embereknek mindenből nagyjából megvan mindenük. Hát most nem drága dolgokra gondolok, hanem alapvető dolgokra. Ezért most az a cél, hogy szeressenek bennünket. Hát most azt mondom, hogy ha a klapkát, akkor fognak a klapkától vásárolni, ha szimpatikus, ha belopta magát a szívükbe. Van egy fontos telefonunk, meghallgatjuk és utána folytatjuk. Jó. Tessék mondani, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Klapka úr! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt! Én nekem lenne egy nagyon nagy kérésem. Tessék mondani! Tulajdonképpen ez egy olyan dolog, hogy azt mondom, hogy nem magamnak, de mégiscsak magunknak szeretnék kérni. Van a 6-os csatornán egy műsor, amit a Tóth Éva és a Löblany Győző vezet a Szellők szárnyán. Igen. Mégpedig most az Önök beszélgetése után lesz ez a műsor. Igen. Na most tudom, hogy anyagiakkal küszködnek. Igen. Én nagyon, de nagyon szépen megkérném Önt, hogyha tudná őket segíteni, mert nagyon szórakoztató a műsoruk. Akkor megkérném, hogy segítse őket anyagilag, mert mi öregek már ebben eljük az örömünket, hogy őket nézzük, és alig várjuk, az Önműsora után van a 6-os csatornán. Jó, rendben van, meg fogom nézni. Ezt nézze meg. Meg fogom nézni, persze, meg fogom nézni. És nagyon szépen kérem, hogy segítse őket, mert nem csak őket fogja segíteni, hanem bennünket is. Meg fogok mindent próbálni, hogy ez sikerüljön, jó? Nagyon szépen kérem, köszönöm, én és sok sikert! Én is köszönöm szépen, köszönöm, csókolom! Viszontlátásra!
Ha valaki még telefonálni akar, valami fontos kérdése van, a 269-03-86, tehát a telefonszámunk 269-03-86. Tessék nyugodtan kérdezni, szakmai kérdéseket is lehet feltenni. Hát ez minden nem csak szakmai ilyen kérdés volt, ez például egy jó reklám volt ennek a következő igen műsornak. Igen, igen. Na, folytassuk ott, abba hagytuk az előbb, ahol a telefonáló volt. Tehát ma már visszafogottabb a reklám. Azokat a reklámokat ugyanis, amelyek nagyon feldicsérik az árut, amik túl lihegik az áru jó tulajdonságait, azokat nem szeretik az emberek. Sokkal inkább azt szeretik, ha cserébe a tolakodásért egy kicsit megajándékozzuk a nézőt. Mivel tudjuk megajándékozni? Egy kis humorral, egy kis szórakoztatással, egy kis kedvességgel, és akkor megbocsátják a reklámnak ezt a tolakodását. Azért szeretik a reklámokat, és például az internetről is azért töltenek le, több millióan letöltenek egy-egy jópofa reklámfilmet, mert cserébe kapnak egy kis szórakoztatást, egy kis kedvességet, valami jópofaságot. Szóval magyarul nagyon fontos a reklám, tehát fontos a reklám a vállalkozónak, fontos a reklám az árónak, és fontos a reklám annak is, aki ezzel elszórakozik. Hát persze. Meg aki csinálja, annak is fontos, persze. Úgyhogy itt lejátszottunk egy pár reklámot, amit én követtem el valamikor, meg folyamatosan, ugye? Biztos látták, még a beszélgetés után is lesz egy pár reklám, amit lejátszunk. Így menet közben nagyon nehéz reklámot játszani, hiszen tilos, tehát előtte vagy utána tudunk csak reklámot játszani, és azért nem tudjuk kielemezni azt a reklámot, hogy egy táblás reklám, ugye amikor felolok egy darab táblát, így fölemelem, hogy az mitől jó és mitől nem jó, vagy például ez a reklám, ami most szalad, ugye, hogy ez mitől jó vagy mitől nem jó. Ez a tábla, ez már egy klasszikus tábla, amit egyetemen tanítanak. Ezt én próbáltam becsempészni a magyar közéletbe valamikor régen, úgyhogy én megpróbáltam jó reklámokat csinálni, aztán részben sikerült, részben nem. Nem hát tudom, ki mit szól hozzá. Én is tanítom ezt a reklámot, de hogyha nem bántom meg vele, gagyi, azt kell mondjam, hogy ennek a reklámnak a felét csinálta a Klapka. A másik felét a közönség csinálta. Ugyanis ez a trükkje a dolognak, hogy ha valaki egy reklámba olyan jelet tud adni, amire a közönség ráhangolódik, akkor a felét ingyen kapja a reklámnak. Igaz? Ugyanis nem arról szól a dolog, hogy nekem ki kell fizetnem minden egyes adásidőt, hanem ha közszájon forog az a reklám, és egymásnak küldözgetik az emberek, mert van benne valami olyan, ami egy kicsit átvitt értelmű, ami nem közvetlen arról szól, amit hirdet a dolog, akkor ezzel egy óriási jutalom csöppen az ölünkbe. Mert azért nem kell fizetni, ha ők egymás között ezt küldözgetik. Én megmondom, hogy ez a reklám nem úgy született, hogy ahogy ez emberek elképzelik, hogy leültem, azt mondtam, na jó, csak egy reklám, butty, és kész volt a reklám. Először én is egy csodálatos táblát festettem, meg szóval egy kicsit másképp nézett ki, aztán megnéztem, mondtam, ez nem jó, ez túl, nem eléggé humoros, nincs benne semmi, ami érdekes. És addig kísérleteztem valamelyik, sikerült megcsinálni ezt a ócska kartot, amit fölemelek, hogy Vámászkorú, szóval ezt én kigogyóztam és kidolgoztam. Tehát ez nem úgy született, hogy kipattant a fejemből, és ez csak nem történt semmi, hanem kigondoltam, hogy kell csinálni reklámot. Jó, de hát mit mondjunk azoknak a vállalkozóknak, akik nem tudnak ilyet kitalálni? Jönnek hozzám, és megcsinálom nekik. Szóval persze, hát azért vagyunk mi, hogy tanácsot adjuk ezeknek a vállalkozóknak. Azért vannak reklámszakemberek a Földön, hogy ők intézzék el azt, hogy jó reklámot csinálnak a vállalkozóknak. Persze ezért sok mindent kell tudni, ismerik el az anyagot, ismerik, hogy mi az, amit reklámozok, milyen trükkel tudom reklámozni, milyen kis fordulatot tudok beletenni, milyen kis plusz kell beletenni, hogy odafigyeljenek, hogy megnézzék. Nekem például az nem reklám, hogy gyönyörű a rét, nyílnak a virágok, rózsaszag tejleng az levegőbe, vegyen egy autót. Nekem ez nem reklám.
Igen, de a másik véglet se jó reklám, amikor meg lebeszéljük a fejét, hogy mennyi minden fantasztikus jó tulajdonos. Egy szó legyen, csak az a jó. Igen. Egyetlen igen. Szó. Igen. A tökéletes reklám az, amikor egyetlen szót szólok, és az mindent kifejez. Tehát minél rövidebb egy reklám, annál jobb. Hát ez nagyjából így van. Így van. De hát hadd adjak egy tanácsot, nem is tanácsot, inkább egy ilyen baráti üzenetet azoknak, akik reklámfilm megrendelésre szánják a fejüket. Hogy egy pillanatra felejtsék el azt, hogy ők mi mindent el akarnak mondani. Bízzák egy picit, egy kicsit bízzanak a reklámkészítőjébe, mert annak muszáj átállni a közönség oldalára. Így van. Szóval az, aki csak azt akarja mondani, hogy ő milyen nagy, az nem jó. Nem lehet. Muszáj a közönség kedvébe járni, és ezt általában azok, akik készítik a reklámot, tessék nekünk megbocsátani azt a pici kis árulást, hogy egy rövid időre mi átállunk a közönség oldalára, ezzel csak jót akarunk, nem magukat akarjuk becsapni. Így van, ez nagyon fontos, hiszen mi tudjuk azt, aki egyáltalán reklámot csinál, hogy mi az a egy mondat, vagy mi az a két mondat, amivel el tudom adni azt az árut, amit el akarok adni. Hiszen a reklámok mindig az a lényege, hogy eladja azt az árut, amit el akar adni. Ez az áundó a reklámnál. Hát ez ebben lényegében egyetértünk. Nem művészi legyen a reklám, eredményes. Számomra fontosabb az eredmény, mint a művészet. A reklámnál. Ez a művészet, ez egy nehéz ügy. Én például nagyon nem szeretem, hogyha művésznek titulálnak be. Ugyan kaptam még olyan plecsnit is, ami a művészeti oldalról jött. Ez kérem szépen alkalmazott művészet. Azt lehet vállalni. Jó. A művészetnek a hatáseszközeit azt fel lehet használni az eladás érdekében. Jó. De hogy amikor valaki hátradől és azt mondja, hogy hú, hát én milyen nagy reklámművész vagyok, az nem az igazi. Látunk egy csomó olyan reklámot, ami kifejezett a művészi reklám, de hatása nulla. Mert hiszen hiába művészi, hiába akár, mert nincs hatása. Nem adja el az árut. Nem tudja eladni az árut, mert másról szól, nem az áruról szól. Igen, és mostanában nagyon sok olyan reklám vált kedvencé, amiben mondjuk egy autót nem úgy reklámoznak, hogy bemutatják, hogy milyen kényelmesek az ülések, milyen gyorsan megy az autó, milyen gazdaságos, hanem valami kis kedves, aranyos történetet elővezetnek, amit sokszor szívesen megnéznek az emberek. Most például volt egy ilyen, hogy egy ilyen kis mini Darth Vader, egy gyerek próbálja bűvölni az autót, és egy olyan kedves kis történet, ami aztán úgy marad meg az emberekbe, hogy szeretik a márkát. Megszeretik, kedvelik. No, megint jött egy telefonunk, hát nézzük meg, hogy miről van szó. Tessék mondani. Haló? Tessék mondani. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Szeretettel köszöntöm a Kakka urat és a másik urat. Én azt szeretném megkérdezni Kakka úrtól, hogy a híres Kakka György, nem a névrokonok, akik 1848-as szabadságharcosok, ezt szerettem volna öntől megkérdezni. Hát ez mondjuk nem az a téma, ami pont a vállalkozókra vonatkozik. Igen. De rokonok vagyunk. Hát engedje meg, hogy gratuláljak, és jó egészséget kívánjak. Köszönöm szépen. És nekem lenne egy reklámszavam, ami most a fejembe pattant ki. Tessék pattantani. Hogy vágjál a 6-os lovak közé, és kitárul előtted az egész világ. 6-os fogad közé. Úgy akarom a 6-os fogad közé, és kitárul előtted az egész világ. Nagyon jó. Nagyon okos. Talán a 6-os csatornának lehetem. Persze, értettem én, világos. Szlogenje. Persze, nagyon további, szépen köszönjük. Nagyon okos volt. További
sikeres műsorvezetést kívánok Önöknek, jó nagyon egészséget. Nagyon szépen köszönjük, jó éjszakát kívánok. Vitatkozhatok egy kicsit, ugye azt mondta, hogy ez nem tartozik szorosan ehhez a témához, hogy valakinek a klapka rokona. Így van. De igen, ez is ide tartozik, mert a személyiség varázsa az a márkaépítésben nagyon fontos. A személy, az arc, a karakter és a hozzá kapcsolódó sztorik, azok igenis fontosak. De az, hogy én rokona vagyok, vagy nem vagyok rokona a tábornoknak, az én személyem a fontos, és nem az, hogy milyen leszármazott vagyok, hogy mi közöm nekem ahhoz, hogy 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt volt egy tábornok, vagy nem volt egy tábornok. Nekem nincs leszármazott, nekem csak jó ember van, meg rossz ember az van. Rendben van. Ez rendben nem, van. Sose voltam erre büszke. De hány olyan márka van? Most ő, ugye itt konkrétumokról nem igen. beszélhetünk, de mondjuk, ahol van egy arc, egy sokat számít. Persze, akiről tudjuk, hogy ő egy tábornok volt. Persze. És aztán addig kutyult valami csirkével, amíg az abból nagyon finom. Ezek fontosak az embereknek, világos. Mert ez megjegyzik, megmarad. Nem egy véletlen, hogy az én reklámom, ez mind az én arcommal történnek. Ez nem egy véletlen, hiszen ez egy alap az én reklámjaimnál, mindig egy alap, hogy én hozzáadom az arcomat a reklámhoz, és az viszi a reklámot is. Reklámnak is persze jónak kell, ebben nem jó, akkor én is veszem rögtön. Ha nem sikerül a reklám, akkor leveszem. Nekem az a jó reklám, például ez a táblás reklám, ugye az a bizonyos, ugye az a tábla, az 2 hét alatt országos hírűvé lát. Mindenki tudta, hogy hol van, mint van, ki, milyen, kicsoda, mit csinál. Na most elmondhattam, hogy én erről az iskolában mit szoktam persze, mondani? Persze, boldogom. Azt szoktam mondani, hogy amikor egy reklámmal telítődik a közönség, akkor azonnal abba kell hagyni. Így na van. Most a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy ez nem mindig van így. Amikor az ember szándékosan túlvetíti, igen, és akkor pillanatban várjunk. Tessék mondani, egy telefonunk van megint, tessék mondani. Jó estét kívánok, tisztelettel üdvözlöm mindkét urat. Csókolom. A művész úr és ugye az aranyember. De két aranyember, így is mondhatnám. Egy furcsa kérdésem van. Tessék kérdezni. Elsősorban a vendégművészhez, hogy mit szól ahhoz, vagy egyetérte azzal, hogy én már sznobizmusnak tartom, ha most nem azt mondom, hogy egy Mányoki Ádám képet, vagy egy nem tudom mit, szóval egy tényleg híres képet milliárdokkal vagy milliókkal díjaznak, illetve kikiáltási áruk olyan magas, de most én megdöbbentem őszintén, hogy a Moholy Nagy Lászlónak egy képét, egy ilyen kéz lenyomatot ábrázoló, különlegesen kitalált vagy cizellált fotóhoz illő mondattal milliárdokért kiáltották ki. Létezik ez, hogy többre becsülnek egy ilyen képet, mint mondjuk egy embert. Én egy emberéletet többre tartok 10 vagy 100 palotánál. Szóval én nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen papírdarabért, egy fotó papírdarabért milliárdokat adjanak. Én ezt a sznobizmusnak a csúcsának tartom. A mai világban, mikor emberül kellene élnünk, emberül, és hogyha valakinek erre kiterjed az agya, hogy ő azt bitorolja, megszerzi azért, hogy ő több legyen a másiktól, hát szóval én nem értek evel egyet, hogy jó, hát mindjárt a Sasz úr mit szól lehet. Igen, nagyon szépen köszönöm, mindjárt meghallgatjuk a Sasz urat, hogy mit szól hozzá. Persze ez nem egészen a témához kapcsolódik, tudom. De azért próbálj meg a Sasz úr valahogy ezt elmesélni a hölgynek, hát hogy mégis mi a véleménye. Hát én a reklámhoz hozzá tudok szólni, ez nem reklám. Tehát, hogy egy képet mennyiért kiáltanak ki, ez azoknak a szakértőknek a dolga, akik annak az értékét ismerik, és sajnos, ugye hát a világon vannak műkincsek, azoknak van értékük. Persze. Ezt, hogy most egy-egy ember életének az értékével összevessük, ennek nem sok értelme van, mert hát a Földön él több milliárd ember, ugye, hát akkor... Lassan már 7. Hát igen. Lassan már 7. Igen. Akkor, igen. Akkor szóval ezért... persze, nem lehet összevetni egy emberéletet egy képpel, ez egy természetes dolog. Mindent teljesen más mértékkel kell mérni.
Az, hogy valaki éhen hal, az sajnos van ilyen az világon, elég sokan, és az, hogy egy kép ennyit ér, az is van a világon. Mind a kettővel együtt kell éljünk, ha tetszik, ha nem. Szóval... Igen, csak úgy jutott ez felszínre nálam, hogy van egy nagyon bájos hölgy, és volt neki egy orvos barátja. És az orvos azt mondta a hölgynek, hogy azért viszlek és hívlak magammal, mert te egy dekoratív nő vagy. Ennyi. És amikor megérkeztek nem tudom hova, így a falra mutatott a férfi, azt mondja, nézd oda, ezt a képet többre becsülöm, mint 100 nőt. Az nem szóval, szép dolog. És ebből kiindulva... Igen, hát az nem szép dolog. Egy nem szép dolog, mert egy nőt, hogy egy képet többre becsülöm, mint 100 nőt, ez egy nagyon furcsa álláspont, és ezzel én sem értek egyet. Egy igen. Nő az egy nő, többet ér 1 millió képtél. Igen. Nagyon szépen köszönöm, fölhívott, és kérem, csókolom viszont hallásra. No, fejezzük az előbbi. Tehát valahol ott tartottunk, ugye, hogy ha nem állunk meg annál a pillanatnál, amikor az embereknek úgy megtelítünk, azt mondják, hát ezt már unja, ezt már annyit láttam, és szándékosan túlvetítjük. Mint ahogy, már bocsánat, ez a Klapka film, ez túl lett vetítve, akkor az emberek először ugye azt mondják, na ez nem kell. De van egy pont, amikor megint csak azt mondják, hogy hoppá, ez most már mint egy kicsit másról szólna. És elkezdenek vele tréfálkozni, bekerül a kabaréba, egy másodlagos életet kezd élni, az egy teli találat. Tehát nem kezdett, szabad mindig abba hagyni. Ez pedig kezdett másodlagos életet, ez bekerült a kabaréba, és bekerült mindenhova, a heti hetestől kezdve mindenhova bekerült. Szóval valóban ez egy jól sikerült reklám volt. Persze tudjuk nagyon jól, hogy a reklámoknál azért kell egy kis szerencse is hozzá, hogy sikerül egy reklám. Szóval az, hogy kell egy kis ötlet, kell egy kis gondolkozás, kell egy kis rutin, kell, ez kell az, meg kell egy kis szerencse is, hogy olyan legyen, hogy robbanjon. És ez nem mindig tőlünk függ. Nem, szóval nem, én például, volt egy reklámom, az volt a szlogény, hogy mert ez műanyag, és ilyen ablakokat reklámozott. És ez egy reklám volt. De amikor egyszer valaki a trabantjára föltette azt, hogy mert ez műanyag, akkor ez hirtelen egy új életet kapott ez a reklám, igen, és az nagyon segítette az eredetit. Biztos. Szóval azért nekünk is kísérletezni kell sokszor egy reklámmal, és hogyha nem jó egy reklám, le kell venni rögtön. Ez a szerencse, amikor valaki meglát benne valami pluszt, és segít nekünk továbbítani, terjeszteni. Így van. Hát, érdekes volt nagyon a mi beszélgetésünk, legalábbis nekem számomra nagyon érdekes volt, és nagyon szépen köszönöm is a Sas úrnak, hogy eljött, és el tudtunk beszélgetni a reklám szakmáról. Hát számomra a megtiszteltetés. Van még másfél percünk, hogy valakivel... mindent mondjuk meg gyorsan, amit lehet, szóval de aztán vége az adás. Ez azért egy érdekes találkozás, mert nekem is megtiszteltetés, hogy személyesen beszélgethetek valakivel, akinek a filmjét, a reklámját én úgy tanítom, mint valaminek egy klasszikus példája, mert ez nem dicséret akar lenni, ez egy klasszikus reklám. Nagyon szépen köszönöm, és örülök neki, hogy így sikerült, és remélem, hogy még egy pár ilyen klasszikus reklámot sikerül majd összehoznom, mert azért most is dolgozok reklámon, és most is csinálok reklámokat, és most is különleges reklámokat csinálok, úgyhogy én remélem, hogy ez továbbra is így marad, és remélem, hogy sok-sok jó reklámot fogok tudni megcsinálni még, ha még az a pár hét, amíg az ember életben van, addig sikerül összehozni valamit. No, hát szóval ez volt. Még valaki gyorsan telefonál, mert múltkor utolsó pillanatban telefonált valaki. 269-0386, semmi. Tessék még most hívni. Most még senki. Jó. Hát akkor köszönjük szépen, hogy meg minket néztek. Nagyon szépen köszönjük a vendégnek, hogy elfogadta a meghívást. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen a felvágásítást. És köszönjük szépen az összes nézőnek, hogy ma estét velünk töltötte, és itt volt, és ezt nézte a hatos csatornát. És a viszontlátásra nem tudom mikor. Köszönjük szépen! Jó éjszakát kívánok!